Fórumra várták az érdeklődő helyieket Nyírbátorban hétfő este. A térség országgyűlési képviselője az elmúlt évek beruházásairól beszélt, valamint kiemelte, szeretné, ha a város új lendületet kapna az októberi önkormányzati választások után. Az elmúlt időszakban a város véleményem szerint lejtőn van. Isten igazából csak azok a lehetőségek érkeztek, amelyek a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából jöttek. Ez 44 beruházást jelent, nagyon nagy beruházásokat van köztük, 5,7 milliárd forintos, mint például a készenléti rendőrség új laktanyája, vagy a 471-es főútvonal felújítása két körforgalommal, több mint 1,5 milliárd forint értékben. A hétfői fórumon Bayer Zsolt újságíró az októberi választások tétjéről is beszélt. Kiemelte, fontos lenne, hogy a fejlesztési forrásokat a következő években is hasznos beruházásokra költsék az önkormányzatok a leendő polgármesterek irányításával. Ha erre a kérdésre keresjük a választ, akkor helyes, hogyha először megnézzük, hogy az ellenzékünk szerint mi ennek a választásnak a tétje. Ők azt mondják, hogy a választás tétje nem egyéb, azért kell nekik az önkormányzati választásokon sok helyen, minél több helyen győzelmet aratni, mert ha sok helyen győznek, akkor le fogják váltani Orbán Viktort és a kormányt. Nézzék, ez egy remek program, csak van egy szomorú hírem. Az a szomorú hírem van, hogy a közelgő október 13-i választáson nem tudjuk, mi lesz majd a végeredmény, de bármi lesz a végeredmény, tisztelt hölgyek, urak, ezen a választáson két szereplő egészen biztosan nem indul. Az egyik Orbán Viktor, a másik pedig a kormány. A hétfő esti fórumon ismét bemutatták a Fidesz-KDNP helyi polgármester jelöltjét, Gárdos Lászlót, aki 5 pontos, komplex városfejlesztési programját is ismertette a résztvevőkkel.